Ebben a videóban egy bárki által kipróbálható Red Hat Linux labort fogok bemutatni. A laborgyakorlatot bárki regisztráció nélkül elvégezheti, az elérhetőségét a leírásban megadom. Ez a videó a folyamatok és szolgáltatások kezeléséről fog szólni. El is kezdem. Megnyitom a Red Hat Developer oldalán a laborgyakorlatot. De olyan néven is meg lehet találni, hogy Service Administration Basics. Ez egy sorozatnak a része. Elindítom a labor környezetet, azt írja, hogy két perc mire legenerálja. Addig el lehet olvasni a bevezető szöveget, megemlékezik egy kicsit a SystemD-ről, illetve a ctr ről amivel lehet kezelni a SystemD-nek a szolgáltatásait. Leírja, hogy mi a labornak a célja, szolgáltatásokat az ember el tudjon indítani, meg tudjon állítani, be tudja állítani, hogy minden rendszerindításkor elinduljanak azok a szolgáltatások vagy szervisek. De mire gondolok itt egy webszolgáltatás, vagy egy NFS, vagy egy FTP, vagy bármilyen más, akár saját magunk által fejlesztett, vagy itt program is lehet, vagy akár szolgáltatásként automatikusan induljanak el bizonyos konténerek. Ilyeneket is be lehet állítani a Systemd-vel. Lesz majd feladat a laborgyakorlatban, hogy hogyan lehet megnézni, illetve megállítani processzeket. Itt a kill processz az, amivel különböző szignálokat lehet küldeni a processzek számára. Majd erről lesz egy szó egy pár mondatban, és addig, amíg elkészül ez a laborkörnyezet, addig megállítom a felvételt, és hogyha elkészült a laborkörnyezet, akkor el fogom indítani közben elkészült a laborkörnyezet, start gombbal be lehet lépni. Ez is egy fontos terület, Linux vizsgán is előjön, illetve hát a mindennapi életben állandóan használni kell ezt a tudást, amit ez a labor gyakorlat bemutat. Nem fogom felolvasni ezt a szöveget, hogy mi a processz, ugye futó folyamatok, talán a százával vannak egy, egy rendszerben futó folyamatok, millió módon meg lehet őket nézni. Egyik bevált módszer, amit már a Unix alatt is működött, ez a PSA UX. Mannyában meg lehet nézni, hogy ez pontosan hogyan lehet egy ilyen paramétereket összeállítani. Ha az ember megnézi, akkor látja, hogy tényleg itt több tucat process fut. Igazából majd, hogy nem zavarba ejtően sok is. Egyenként meg lehet nézni, hogy pontosan melyik mit csinál. Ha az ember egy process után kutat, vagy azt, az, azt vizsgálja, hogy mi az, ami foglalja a rendszer erőforrásait, akkor, akkor mindenképpen érdemes pillantást vetni. Ami ugye szintén fontos, ugye a fejlécben látható, hogy, hogy ezek az oszlopok mit jelentenek, a user az, hogy milyen felhasználó nevébe fut az adott folyamat, PID az a, a process side-it mutatja, hogy az általában egyenként nő, és van 4000 körüli érték, ugye ahol ahol általában újra kezdődik a számozás. Ez azért nagyjából be is határolja, hogy mennyi processze tud egy rendszer futtatni, mennyi CPU-t használ, mennyi memóriát, mikor indult, mennyi ideje fut, illetve itt a statban mi a státusz ennek a processznek, tehát éppen sleep el, vagy éppen fut, vagy esnetelentán vár, vár valamire, és itt pedig az, hogy a command hogy milyen parancsal lett elindítva, illetve valamilyen szolgáltatás is nyilván elindíthatta ezt érdemes megismerni, grappel nyilván lehet rá keresni. Hogyha itt, itt, ez a feladat, ez arról szól, ez a DD rész, hogy az egyik terminárba indítsunk el egy olyan processzt, ami folyamatosan futni fog. Ez a parancs azt csinálja, hogy a bináris adatokat kezd el másolni a dev 0-ból a dev 0-ba. A dev 0 az soha nem tehát itt mindig zéró lesz a kimenet, folyamatosan fogja nullákat kapni, illetve a dev 0 ba bemásolja, ez az output of files, input of files, output of files. A dev az pedig soha nem fog betelni, tehát örökké tud futni egy ilyen program. Az end az itt mindössze annyit csinál, hogy visszadja a promptot és a háttérbe kezdi futtatni. Ugye elkezdtünk futni, futtatni egy ilyen örökké futó programot, akkor rá lehet keresni, hogy tényleg fut-e a rendszerem. Ez is egy trükkösen paraméterezett one-liner, Ja, rágreppel a psaux nak a kimenetére, úgyhogy hogy magát a, a greppet nem mutassa ki végül is ez ennek a lényeg, illetve a Head 1 hogy az első sorát psaux nak szintén kiadja, hogy tudjuk, hogy melyik szám, vagy melyik jelöléshez mi fejléc tartozik, úgyhogy esetleg ezt érdemes valakinek elmenteni egy cheat be, hogy ezt ilyen módon lehet keresni egy-egy parancsra, -egy mi fut a rendszeren. látható, hogy hogy ez továbbra is fut, ha az ember újra megnézi, vagy esetleg a másik terminálon megnézi, akkor is látni fogja, hogy ez rendületlenül fut, futni is fog mindaddig, amíg nem történik vele valami, akár az ember kézzel megállítja, vagy a rendszerű megáll, ha a rendszer újraindul, akkor ez a process az önmagától nem fog újraindulni. A következő feladat részben ugye nyilván valamennyire terhel is a, a, gépünket egy ilyen utó folyamat. Mondjuk azért Hát egy kicsit terheli, most kettő is fut, lehet, hogy a feladathoz kapcsolódóan magától is elindult egy. Ez látható, hogy azért ez a másolgatás ez egy kicsit leterheli a rendszert, mert ha egy CPU-nk van, igen, akkor a fele CPU-t elfoglalja az egyik, a fele CPU-t pedig a másik. Úgyhogy a következő feladatrész arról fog szólni, hogy hogyan lehet vajon ezt megállítani. Látható, hogy Itt van egy ilyen parancs, hogy PIDOF, ez ki fogja adni, hogy milyen pidjei vannak a DD parancsnak, hopp, nem ez kellett volna, nem mindegy, a kill pidof az azt jelenti, hogy itt szépen kikillelte mind a kettőt. Úgyhogy ha újra elindítom őket, mert ugye miért ne? nem ezt, hanem a DD-t. Így van, és akkor ezt még egyszer, akkor megint kettő fog futni belőle, úgy, ahogy az előbb. Így van, és DD, írja a piggyét a két DD parancsnak, és lehet egy olyat csinálni, hogy át átmegy az ember egy -e másik konzolra, és a másik konzolon illeli ki az ember, tehát ez a Kill, PID Pidov DD azt csinálja, hogy ez a Pidov DD-ben megkeresi a DD-nek a piggyeit, és utána szépen kikilleli, ami azt jelenti ebben az esetben, egy 15-ös szignált fog neki küldeni, ami megkérül, hogy szépen lépjen ki, és elvileg szépen kilépett, és utána már nem fog tovább futni. Ugye itt leírja, hogy ez a 15-ös szignál, ez, ennek neve is van, nem csak száma, ez a szig termet jelenti. Lehet még nem csak 15-ös szignált küldeni, mindenféle szignálok vannak, ami leggyakrabban használt ez a szikterm, term, ami szépen megkéri a processzt, hogy lépjen ki, hogyha jó esetben a programozó lekezelte ennek a a kis szignálnak a kezelését, és akkor elmenti a megnyitott fájlokat, vagy lezárja legalábbis, felszabadítja maga utána a memóriát, stb. De vannak olyan Esetek, amikor es, ha nem reagál a program egy ilyen szig szignára, de mégis meg kell szakítani a futtatását. Ilyenkor jön a szig kill, az ami 9-es szignát jelenti. Ilyenkor már nem elég pusztán megadnia azt, hogy kill hanem meg kell nevezni magát a szignát is. Egy kötőjel 9 konkrét esetben. Ez már nem is a process kapja ezt a szignát, hanem maga a kernel, hogy, hogy szabadítsa fel az összes erőforrást, amit ez a process használ. Ilyen esetekben sérülhetnek a process által megnyitott fájlok -ok is. Ez, ez tényleg ez egy drasztikus megoldás. Ez lehetőség szerint el kell kerülni, hogy 9-es kelljen kikillelni valamit, de előfordulhat, hogy, hogy ez a megoldás marad már csak a következő rész, mi az a szolgáltatás. Ez tök jó dolog, hogy az ember belép egy szerver, és akkor el tud indítani programokat, de vannak olyan programok, amiket nem szeretnénk a konzolról indítgatni, azt szeretnénk, hogy induljon el magától, fusson a háttérbe, a kimenetét azt ne a konzóra írja, írja valóban máshova, valamilyen más szolgáltatást végezzen. És ezeket régen úgy mondták, vagy hát most is lehet úgy mondani, hogy démonként kell futtatni, vagy démonként lehet futtatni, számos szolgáltatás van, ami a rendszeren, a rendszeren általában fut, ilyen például a Firewall D is, ugye a System ctl lehet ezeket a System B szolgáltatásokat kezelni, vagy ez az ilyen előtét program, amiben lehet elindítani, megállítgatni őket, vagy konfigurációjukat újraolvastatni. Ugye a szintaxis a no Pager, az így mutatja, mert alapból egy leszbe irányítja be, legtöbb rendszer úgy van bekonfigurálva. És akkor lehet scrollozni, de így a konzolra kiír egy pár sorni információt, hogy aktív, tehát ez fut, 11 perce fut, a dokumentációját hol lehet megtalálni, de ami érdekes szokott még lenni, hogy a CTR-ben milyen üzeneteket küldött be mostanában, azokat is meg lehet itt szépen nézni. Ezek mind, 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 mind fontos információk tudnak lenni, érdemes kipróbálgatni, mindenféle parancsokra, apacsra újraolvasni, mi történik, ha újraolvassa az ember. Valamelyik lekezeli az újraolvasást, valamelyik nem kezeli le. Ez a feladat, ez arról szól, hogy hogyan lehet beállítani azt, hogy egy, egy szolgáltatás elinduljon egy reboot után. Ugye ez az azért fontos, mert egy véletlenszerűen is előfordult egy ribút, és akkor nem elég, hogy az újra az embernek a gépe, akkor még a szolgáltatások se futnak, akkor az, az csak nagyobb lesz tőle a downtime, illetve hogyha mikroszolgáltatásokban gondolkodik, az ember konténereket példányosít, akkor a konténereket is nyilván az ember már eleve úgy konfigurálja, vagy úgy készíti el ezeket a mikroszolgáltatásokat, hogy, vagy, vagy mikroszervizeket, hogy elinduljanak. A konténer példányosításakor automatikusan ezek a szolgáltatások. Ez a feladat ez arról szól, hogy egy NFS szervert kellene itt beindítani, de egyelőre nincsen NFS a saját gépünkön, ugye a lehet akár távoli, vagy akár helyi rendszert lekérdezni NFS-eket. Hogyha fel van telepítve az NFS elvileg szolgáltatásként, elindítható állapotban van, akkor ezzel ennéből lé lehet tenni. Az azt jelenti, hogy a bútoláskor akkor el fog indulni. A NAO az megjelent a nem is tudom, 7 pont valahányos, vagy talán 8-asban már biztos meg volt. Az azt jelenti, hogy hogy akkor az adott pillanatban, amikor ki lesz adva a program, vagy ez a parancs, akkor el is indul ez a szolgáltatás. Tehát elvileg most már az NFS szolgáltatás az fut, hogy kiírja, hogy elkészült a különböző szimlink, ugye a Systemd-be megfelelő könyvtárába szépen bemásolta magát, illetve betette a linket, hogy elinduljon a multiuser targetben. Akár most, akár egy státuszt is lehetne ráfuttatni, vagy egy showmont-et, itt már kapunk valamit, nem, nem hibaüzenetet, hanem kírja, hogy milyen könyvtárak vannak kiexportálva. Nem állítottunk még be semmit, ami ki lenne exportálva. Ez egy érdekes, mindegy, most már elment a konzol, de meg fogom mutatni. Hogyha nulla a kimenet a Linuxba, így lehet a kimenetnek az értékét lekérdezni az utolsó parancsnak a kimeneti vagy visszatérési értékét, ha nullás, akkor az azt jelenti, hogy jól lefutott a program, hogyha az ember valami, valami fura dolog történt, akkor látható, hogy itt egy hiba hiba történt, tehát ennek a nullától eltérő kód az, az általában rosszat jelent. Jó, ez csak így érdekességként, visszatérve a feladathoz, LTC Exports-ba lehet megadni, hogy milyen NFS-re mi legyen kialálva, most uh, itt az egyszerűség kedvéért egyszerűen csak a, a home könyvtár kerül kiajánlásra, de ilyenkor ez még nem történik meg az, hogy maga a szolgáltatás is uh, újrainduljon, tehát a showmont elve az ember leg, megpróbálja lekérni, akkor még továbbra, ugyan jól lefutott a parancs, tehát a parancs, nem a parancsa van a probléma, viszont még üres, itt nincsen semmi. Ez pedig úgy lehet, hogy vagy restartolja az ember, vagy reloadolja. Most a feladat az restartot ír, most kipróbálom, hogy van-e reload. Elvileg van és mindjárt meg is nézem, hogy a show mondta elvel. Felismerte, felismerte. Tehát ez a System CTL, az NFS Service, az lekezeli a, reloadot is, és a restartot is. Hogyha van konfiguráció módosítást csinál az ember, akkor általában, ha lehet választani, hogy a restartoljon egy szolgáltatás, vagy reloadoljon, akkor én mindig a reloadot javaslom. A restart az az megállítja a szolgáltatást, tehát akkor lesz egy időpillanat, amikor nem fut a szolgáltatás, ebből lehetnek problémák, már folyamatban lévő fájloknak a mozgatásával mi történik, ez vagy le tudja utána kezelni, vagy nem, ezért a kevésbé drasztikus megoldás a reload. Ami fontos lehet még itt a restartoknál, meg a reloadoknál, ez csak egy ilyen saját tapasztalatból így elmondom, hogy ha konfiguráció módosítást végez az ember, és van esetleg olyan segédprogram a keze ügyében, ami a szintaxisát le tudja ellenőrizni, hogy ennek a szolgáltatásnak, hogy ez tényleg el fogja -e tudni indulni, akkor ezt mindenképpen javaslom, hogy vesse be, mert akár egy reload vagy egy restart során is, hogyha főleg a restart, során vagy az újraindítás során, hogyha a szintaxis probléma van a konfigurációban, akkor az fog történni, hogy a szolgáltatást megállítja, majd nem fogja tudni elindítani és akkor abból nagyobb szolgáltatás kiesés lehet, mint ahogy a az adminisztrátor vagy, aki csinálja ezt a változtatást, eredetileg gondolta a reloadnál, előfordulhat az, hogy nem tudja beolvasni a konfigurációt, és akkor a régivel tovább fut, de az is lehet, hogy nem fog tovább futni, tehát mindenképp a konfigurációk szintaxisára nagyon érdemes odafigyelni. SSH-nál szoktam javasolni, van egy ilyen SSH módosítást csinál valaki, akkor az SSH-t-vel lehet ellen tesztelni a az ssh nek a konfigurációját, az SSH szörvizét. Van, van egy-két ilyen, tudod, apache is meg vannak a megfelelő eszközök, tehát javaslom, hogy alaposan gondolját az ember, hogyha itt az SSH-nál, bocsánat, az ssh t kell megadni, és akkor az SSHD, amely az SSH szörviznek a konfigurációját ellenőrzés, hogyha nem, nem nincsen kimenet, az a jó, de az ember ilyenkor le is ellenőrizheti, hogy nagyon kíváncsi rá, hogy akkor tényleg nullás volt, és akkor tényleg nullás volt. Tehát az SSH de konfigjában lenne valamilyen hiba, szintaktikai hiba, akkor az SSHDT az észre szokta venni. Ugye ez azért nagyon fontos, hogy az SSH konfig jó legyen, mert ha az ember ssh van bejelentkezve egy szerverre, és SSH szerviznek a konfigurációját módosítja, majd újraindítja az SSHD szervizt, akkor lehet, hogy saját magát kizárja, és akkor nagyobb baj lesz belőle. Úgyhogy ezt, ezt, ezt csak így egy tippként így gyorsan elmondtam. Van egy cheat sheet oldal, ezt is külső hivatkozásként meg lehet nyitni. Ha az ember egy ilyen cheat megnyit, akkor... Most ezt itt valamilyen nem tudom felnagyítani, de egy PDF-be is le lehet tölteni. Ha valaki megnyit egy ilyen cheat akkor javaslom, hogy valamilyen sandbox rendszerbe legalább életében egyszer menjen szépen vég a parancsokon, és próbálja ki őket, és ne, ne egy éles helyzetbe kelljen esetleg kipróbálni, amikor mindenki ideges vagy sokan körülötte. De szerintem ennyi is volt ez a feladat, sor a szervizeknek a módosítása. A Linux vizsgára megy valaki, akkor ott biztos, hogy ezzel találkozni fog, sőt igazából akkor még ennél, azért némileg mélyebben el kell tudni mélyedni benne, saját unit fájlokat kell tudni létrehozni. Az se egyébként olyan nagyon-nagyon bonyolult dolog. Próbálgassátok, csinálgassátok, úgyhogy ha valaki Linux adminisztrátor szeretne lenni, vagy hivatásszerűen linux szel szeretne foglalkozni, vagy DevOps-ba szeretne dolgozni, akkor a szervizekkel egészen biztos, hogy találkozni fog, hogy érdemes ezeket alaposan megtanulni, és valamilyen sandbox rendszerbe kipróbálni. Hogy jó tanulást, jó gyakorlást, remélem még fogunk találkozni hasonló videóban. Sziasztok!